Zugló egészségügyének rendezése irányában nagyon nagy lépést tett a magyar kormány. A vidék egészségügyi rendbetétele is egy 500 milliárd forintos beruházást után a budapesti egészségügyi fejlesztéseknek is eljött az ideje. Ez a fejlesztési program az Egészséges Budapestért program nevet viseli, és olyan mértékű fejlesztést foglal magában, ami a magyar történelemben nem találja párját. Mint egy 700 milliárd forintos saját nemzeti forrásból, a magyar emberek által megtermelt értékből következnek beruházások Budapesten. Minden kórház és legtöbb rendelőintézet, ami még nem lett felújítva, esetleg önkormányzati szinten, azt a magyar kormány rendezni fogja, és az egészségügyet európai színvonalra fejleszti. Zuglóban három kórház van a kerületben, illetve egy egészségügyi szolgálat, amelyet az önkormányzat tart fenn. 1990 óta nem volt olyan mértékű fejlesztés az önkormányzati fenntartásban lévő zuglói egészségügyi szolgálatnál, mint amiért most a magyar kormány által kiírt pályázaton önrész nélkül a zuglói egészségügyi szolgálat el tud végezni, mint egy 500 millió forint értékben újítja fel az épületeit, és szerez be egészségügyi eszközöket. Ezzel párhuzamosan a Zugló legnagyobb kórháza, az Uzsoki utcai kórház 14 milliárd forintos forrást fog a következő időkben kapni, amelyből 2 milliárd már rendelkezésre is áll. Hamarosan elkezdődnek épületfelújítások, és annak a további 12 milliárd forintnak az elköltésének a megtervezése, ami a következő 1-2 év során az Uzsoki kórházban felhasználásra kerülhet. Nem kizárólag a gépektől és az épületektől függ egy rendszer működőképessége, tehát az egészségügy működőképessége sem. Eljutott odáig az ország az utóbbi évek erősödése, gazdasági és politikai erősödése következtében, hogy az emberi erőforrásba is tud investálni, tehát nagyon fontos az, hogy az egészségügyi szakdolgozók megbecsülése növekedhessen a következő időkben. Több mint 60%-os béremelésre tarthatnak számot, illetve várhatnak a következő időkben az egészségügyi dolgozók közül a kórházi dolgozók, illetve a mentőápolók is. És az egészségügy más területein is jelentős béremelések várhatók, tehát valószínűnek tartom azt, hogy a kórházi és az egészségügyi dolgozók jelentős része elégedett lesz a helyzetével a jövőben, mint eddig volt. Köszönöm szépen!